Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Köszönjük szépen Waldman Szilárdnak, ugye a Devoid frontemberének, hogy gondolt ránk, és elküldte a legújabb Devoid dalnak a klipjét. Már csak az interjú kérdésekre várunk. Nem, azt mondta egyébként, hogy tavaly feltettük a kérdéseket az első lemezhez, de a másodikhoz majd megválaszolja őket, úgyhogy... Hát figyelj, de én azt mondom, jó munkához idő kell, meg különben is kik vagyunk, mi érted? Na, mindegy, nem is ez a lényeg. Most már egyébként azok, hogy nem tudom, mennyire lesz aktuális a kérdések. Lehet, hogy elküldje a válaszét, mert kérdezünk rájuk. Ja, az is jó, az is jó. Igen. Na, szóval az van, hogy ha minden igaz, akkor alakul ugye a második Devoid lemez, és itt van belőle az első nóta, Just One Bullet. Yeah. Ugye? Just One Bullet. Jobb angolosoknál balit, de ezt most engedjük el. Ha Hetfield is mondhatja bullet, a bulletnek, akkor simán. Just a bullet away. Ennyi. Just a bullet away from you. Just a bullet away. Start the voices in my head. Kurva ez a riffing. Hey, yeah. Start the voices in my head. Na, jó, nézzük, hogy a Devoid mit metálkodik már megint itt össze. Valószínűleg ez is súlyos lesz, mint nagy, drága jó nagymamám töltött káposztája. Úgyhogy menjünk rá. Oficiális lírikus videó. Így van, legalább a líriket fogjuk tudni. De csak majd, hogy nem. Ez volt akkor a refrén szerintem, mert ez már többször volt. Igen. És it's good! És nem hazudott a Waldman, tényleg van szóló. Van. Én hashtag virga szóló, meg vagyok véve.
Jelzem egyébként, hogy 3 perc fölött van. 3 perc fölött. Az igen. Jó, de azt is mondta egyébként a Szilárd, hogy most fél óra fölött lesz a lemez. Azért az... Azért hány az csókolom, lesz? 18. Mi? Hány dal lesz? Azt nem tudom, hány dal lesz. Azt nagyon szem... sok dal lesz akkor, hallod? De ez igen. Ez igen. Tehát, hogyha ebből kapunk még egy 6-8-10-et, akkor meg leszünk véve azért elég rendesen. Ez biztos. Ez a kis... keleties dallamvilág, ez nagyon királyság volt, a szóló nagyon királyság az volt, nagyon... a belassulás szintén nagyon királyság volt. Lesztelést kicsit funkciótlannak éreztem, de... Volt. Vengeance az volt a szövegben, úgyhogy innentől szar nem lehet, kivéve az tűjjünktől a Vengeance-hoz, de azt most engedjük el. Viccet félretéve, én tökre éltem. Ugyanúgy, ahogy az első lemezt is tökre éltük, én ezt is tökre éltem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog ez mutatni egészben, de nagyon örülök neki, hogy én remélem nem ez lesz a heaviest number a lemezen, ez nagyon fontos. Heaviest number of the album. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltatok ránk, és ezt így megküldtétek. És az a baj egyébként, hogy ezt még megjelenés előtt megkaptuk, csak mi sem voltunk egy ideig itt lent, mert egyéb elfoglaltságaink voltak. Nem korona, nagyon fontos, hogy nem korona. De most, hogy itt vagyunk, most megnéztük, és egyértelműen nagyon szeretjük. Még mindig. Úgyhogy előre a kikövezett úton, a Devolt király, jöjjön a lemez, aztán végre menjünk koncertre. Tavaly egyébként, azóta nem is beszéltünk róla, tavaly egyébként voltunk Devolt koncerten, és élőben is eléggé radírozott cumó, szóval hát... mindenkit bíztatunk arra, hogy Devolt koncerten... Menni kell, így! Ugye, hogy... Valdmannos. Igen! Imádom. Na, szóval ennyik voltunk nagyjából mára. Mondjátok el a véleményeteket. Mindenről, ami eszetekbe jut, ez nagyon fontos. De főleg aztán... az új Devolt dalról. Főleg igen. És írja, iratkozzá. Tegyél a zsebedbe egy tőtény. Azt majd beszélünk. Tőténykedjé? Tőténykedjé. Ide iratkozz a golyózzá. Jó, szép. Be! Ne! Szevasztok! Sziasztok!